Az elkövetkező hetek Felsővárost érintő programjairól sajtótájékoztatón számoltak be az EGRI Kulturális és Művészeti Központ, valamint az EGRI Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársai. Ilyen lesz például a Kertészet mindenkinek, ahol azt lehet majd hallani, látni, hogy hogyan is lehet kertészkedni lakótelepi körülmények között, illetve a Csavargásaim címmel szintén előadássorozat indul Budai Tamás világjáró közreműködésével. Két hetente TEA, valamint kézműves délutára is várják az érdeklődőket a településrész művelődési központjába, közismert nevén a Liszibe. Martoni Adler Ildikó alpolgármester elmondta, fontosnak tartja, hogy az itt élők több közösségi esemény közül választhassanak. Olyan kulturális eseményeket hozzunk ide ki a Felsőváros területére, konkrétan ide a Nemzedékek terére, amik a belvárosban már megszokottak és hagyományosak, ezért ennek érdekében arra törekszünk, hogy ezeket a rendezvényeket ide hozzuk ki, és itt is meghonosítsuk például az utcazenészek versenyét, költészet napját. Habis László polgármester hozzátette, ő maga is több mint 20 évig lakott ebben a városrészben. Tudom azt, hogy az itteniek szeretik a viszonylag nagy zöld területeket, szeretik azt, hogy jó az intézményi ellátottság, az egészségügyi ellátás, nagyon jó gyermekintézmények vannak, jó szolgáltatások állnak rendelkezésre, de igazából bennük van az a vágy, hogy igazi gazdái legyenek ennek a városrésznek, és ezt erősítő programokat szeretnénk a következő három esztendőben megvalósítani. A következő ilyen program április 11-én a Nemzedékek terén lesz, ahol délelőtt 9 órától várják közös versmondásra az érdeklődőket. Majd április 22-én, húsvét hétfőn 10 órától családi délelőttöt szerveznek, többek között körhintával, állatsimogatóval, pónilovaglással és vödrös locsolkodással.